kívánok, jó estét kívánok, köszönjük szépen. Hát kérem tisztelettel, ugye most éppen a Bakonyban is volt ilyen amerikai hadgyakorlat. Valamikor számunkra Amerika az álmok országa volt, és hogyha a nagybátyám karácsonykor telefonált Amerikából, azt nem hittük el. És hát aztán ők is jöttek, aztán hoztak különböző dolgokat. Arra emlékszem, hogy kaptunk csomagba papír zsebkendőt. És az öregek összeültek, hogy mi az. És akkor mondta apám, hogy hát hívjuk le még a Stifolder bácsit, ő mégis mérnök, és azt mondja, hogy ebbe a drága papírba bele fújjuk az órunkat, ez lehetetlen. Hát ez valamilyen törlőpapír, vagy polírozó papír, ugye? Hát Fater tépőzárasba utazott, ugye, keményen, mint ahogy én is a mai napig. Mindez a Kleenex zsebkendőről jutott az eszembe, ugye? Nem értettem amerikai nagybátyám azt, hogy nincs egy Kleenexetek? Hát mondom, azt se tudtuk, mi az a Kleenex. Akkor mit tudom, volt valami levele, azt mondja, hát mennyire csináltas egy Xerox kapit? 69-ben. Hát mondom, Gyurka bácsi, azt sem tudom, mi az a Xerox Copy, plusz itt a nagyobb ünnepek előtt az írógépeket is lelakatolják, hát ne szórakozzál. Csak bemenni és sokszorosítani, ugye, hát ez a terrorizmus küszöbe. Na hát kérem tisztelettel, aztán Amerikában, hát számtalan csodában én is találkoztam, nem kell izgulni, nem fogom mindegyiket elmesélni. Connecticutben laktam a bátyám egy barátjánál, ez New York-től északra van, egy isteni szép vidék. Ugye akkor volt a harmadik olyan év talán, amikor forintért lehetett tengeren túli repülőjegyet venni. Ugye fiatalok kedvéért mondom, hogy tengeren túlra csak úgy mehettél, hogyha a nagybácsi küldött meghívó levelet és repülőjegyet. És miután nem minden nagybácsi találta meg az aranyat, ugye így konkrétan Tuli bácsi, aki Ausztráliából mindig eljött hozzánk, megevett egy férút szalámit kenyér nélkül, amit az apám vett a minisztérium büféjébe KST kölcsönre, majd amikor elbúcsúzott, akkor kiosztott néhány állati szar golyóstollat, aminél már a Schwarzmarinak is jobb golyóstolla volt, nyomott egy barackot a fejünkre, és azt mondta, hogy ha Sydneybe jársz, akkor nézzél be. Ugye mi megmondtuk, hogy azzal próbáljál játszogatni Tuli bácsi, amivel egyidős vagy. Ugye egyébként is, hát ez a nyugati rokonoknak a látogatása, hát ez egy anyagi katasztrófa volt. Na most folytatom az amerikai csodák sorát, ugye, amelyeknek egy része csomagba érkezett hozzánk, egy részét meg Amerikában ugye régészeti kifejezéssel élve in situ sikerült tanulmányoznom. Lengyel repülővel mentem, úgy mondták be, hogy Noveku Jorku és langyos széklalevet szervíroztak üdítőképpen. Na most ez egy 254-es volt, hát mondjuk, hogy most a széklalé miatt, vagy nem tudom, de hát a perisztaltikám egy kicsit így beállt. És akkor úgy harmadnap úgy éreztem, hogy mielőtt irreverzibilis folyamatok indulnak meg, érdemes volna leengedni egy kábelt. Na most, hát ott voltam a bátyám barátjánál, ott nem volt ilyen kettő zsilipper, és a nappaliból nyílt a fürdőszoba, egy elég vékony ajtó, és hát úgy gondoltam, hogy komfortosabban tudom én ezt megejteni a szimpla ajtó fényében, ha ők nincsenek otthon. Na, ez szombat délután be is következett, hát mondom, nagyszerű. És amerikai luxusom volt, hogy mindig megvettem a The New York Times-t, ami egy dollár, vagy ilyesmibe került, és akkor még ezt ilyen hagyományos nyomdatechnikával csinálták, tehát fogott. Cérna kesztyűt adtak az olvasáshoz, hogy ne fogja meg a kezedet, ugye az előfizetőknek. Na, hát minden optimálisnak tűnt, ittam még egy kávét, éreztem, hogy nagy katarzis várható, avagy, ahogy a költő mondja, az én vezérem bensőmből vezérel, emberek nem vadak, elmék vagyunk, elővettem a gyöktáncnak a főjetod rovatát, amit az amerikaiak se értenek. Tehát a főjetod az ilyen kis tárca-szerűség, az állati nehéz, mindegy, fölhúztam ezt a kis olvasókesztyűt, gondoltam, ez egyéb szempontból is megfontolandó. Ráillesztettem Popesz kutyámat a fajanszra, és nem siettem, ugye? Még nyújtom a percet, ahogy énekelte Udvaros Dorottya. Kicsit átmentem valami könnyedebb olvasmányra. Éreztem, hogy meg lesz a találat. És akkor első turnusban, hát ahogy orvosnak szokták mondani, egy jól formált kábelt küldtem a fajanszba, ám ebben a pillanatban egy jeges cunami csapta meg alsó felemet, egy iszonyatos fröccsenés,
Hát mondom, mi történt itt maga Némó kapitány felosont a Manhattan kloáka maximáin, és előre küldte polipjait, hogy megcsípjék az én senekemet? Hát mi történt? Ezek a egészségi tébolyban szenvedő amerikaiak, ugye, ne véletlen, hogy minden a gyümölcsnek is gyönyörűnek kell lenni, és egészségesnek. Az, hogy olyan szar, hogy nem tudod megenni, az egy más kérdés. Ugye életem legjobb narancsát Kubába ettem, hogy felvágjak egy kicsit, ami olyan ütött kopott volt, mintha a gólyáruházi bizományi áruházban árusították volna, ha annak lett volna zöldségrészlege. Tehát egy halálhendikeppes narancs volt. Na most ugye mindenki szép legyen, hollywoodi sztároknak rögtön kihúzzák az összes fogát, és beraknak ilyen 42 karátos, ilyen nem tudom micsodát. Ja, az nagy projektem volt Amerikában, hogy összejöjjek egy fogszabályzós nővel, mert 80-ban még ritka volt a fogszabályzó. És úgy nézegettem egy kis illesztés, mit tudom én, összeakadunk, szóval meg lett volna a költészet, ezt nem adta meg a jóisten, csak live show-ba voltunk, az valami isteni volt. Na most számomra ez se volt új, mert gyerekkoromban a Tinódi moziba ugyanezt csinálták a hátsó páholyba. Ugye? És mi mozibérlettel jártunk, 1 forint 50 fillérért, drágább mozikba 2 forint 50 fillérért, mozibérletre rá volt írva, hogy az összes művészetek közül számunkra a legfontosabb a film, Lenin. Persze a disznó Lenin, ő nem volt színefil, ő nem volt mozibarát, hanem azt gondolta, hogy a mozgóképpen lehet a gyapjas agyakba a legegyszerűbben betenni a kommunizmus történetét. Majd egyszer elmesélem, hogy a Patyomkin páncélos miben különbözik a téli palota valós ostromától, ahogy gyakorlatilag semmi nem történt. Tehát a lakály mondta, hogy tessék parancsolni. És ha lett volna fémdetektor, kifelé az ezüstkadalakat kiszedegette volna a zsebekből, de szóval olyan rettenetes dolog nem történt, mozit becsukjuk, Lenint becsukjuk, Tinódiban hátra live show volt, úgyhogy mi már minden filmet sokszor láttunk, és volt olyan, amikor eleve háttal ültünk be, és néztük a fejleményeket a hátsó páholyba. Tehát mondjuk a live show az nekem nem volt nekem egy ilyen érdekes dolog, de térjünk vissza Connecticutbe, a fajanszhoz, ugye? Na, a lényeg, hogy belepottyantom a kódolt üzenetet, felcsap a cunami, én, mint akit kakascsípet felpattanok, és mit látok, hogy a színültig töltött fajanszban úszkál, ugye vár a Kolbi. Jó étvágyat kívánok, ebédidőben megy, a késői ebédelők ezt még elkaphatják szombaton. Miért? Hát, ha nekem csak úgy lehet vacsoráznom, hogy közben hüvelygomba reklámot kell nézni, akkor nem hiszem, hogy ez olyan rettenetes volna. Tehát ott tartottam, hogy az amerikaiak félnek a betegségtől, félnek a nem tökéletességtől. Tehát ez azt jelenti, hogy ez a fajta egészségtéboly, hát mondjuk az öbölháborúba kialakult az öbölbetegség. Mert a katonáknak olyan mennyiségű védőoltást adtak be, hogy majdnem belehaltak. Ez egy betegség, ugye? Hogy még ezért is megvédünk, meg azért is, meg azt is, meg azt is. Most haladok a térprotézis felé, de még nem adnak, azt mondják, jók a lelete. Én mondom, csak nem tudok járni, ez a pici apró részlet probléma van. Azt mondják, nem vagyok még érett a térprotézisre, de mondja a doki, hogy amcsiba már szó nélkül 10 évvel ezelőtt ráverték volna hát egy olyan hasonló, mint a WC deszka zsanérja. Tehát egy olyat oda megnittelik, és akkor hello. Ugye, amikor a térszalagban operálták 20 évvel ezelőtt, akkor felhívtam Dörflinger Dodit, mondom, kérdezi, hogy vagyok, mondom, Dodikám, jól vagyok, már 20 fokot hajlik a térdem, azt mondja, csak az a kérdés, melyik irányba. Na, elég az hozzá, hogy Amerikában rögtön mindent kicserélnek, befestenek, kihúznak, megjavítanak, nem lehet lenni betegnek, nem lehet lenni elesettnek, tökéletesnek kell lenni, és ezek a jenkik még a saját végterméküktől is félnek. Ugye, arról nem beszélve, hogy a természetgyógyászok, de dokik is szokták mondani, hogy a széklet a lélek tükre, tehát azt meg kell tekinteni, és abból különböző következtetéseket lehet levonni. Én nem azt mondom, hogy minden nap, nem azt mondom, hogy így rá kell feledkezni, mint amikor férfiak piszoárban egy kicsit még a kezüket ott hagyják, és rutinszerűen mocorognak, szóval nem ezen a szinten, de a széklet, de az a lényeg, hogy a végtermék a fájászhoz hozzá ne érjen,
mert higiéniai tébolyban szenvednek, erről én nem tudtam, ugye, ahogy Derék mesterem Szász Péter mondta a filmgyárban, hogy akinek nem mondják meg előre, hogy az operában énekelni fognak, az az első felvonás után idegösszeroppanás kap. Ugye én nem láttam még feltöltött klozettet, ugye, és mondhatom, hogy egy sokszerű hatásért. Na most hol itt a megoldás? Mert jelentkezett már a második turnus. Mondom, akkor túljárok én a jenkiknek az eszén, leöblítem előre. Utána leülsz, de hát hallod, hogy telik. Ugye, tehát ez olyan, mint az a kínzó módszer, amikor a kínaiak valakinek mindig egy pontra vizet csöpögtettek a homlokára. Hát mondom, ilyen stresszes körülmények között nem lehet úgy kezelni, úgyhogy kedves barátaim, azt kell mondjam, hogy nekem két klasszikus eseményem volt, egyik egy indián rezervátumban egy pottyantós, és valahol Bronxba egy ilyen junkies csávónál, ahol hagyományos klozett volt, akkor egy picit otthon éreztem magam. Köszönöm szépen! Kicsit a Mária Teréziáért is egy kicsit kompenzáltam. Tehát ezt a nyírjuk a birkát, ugye, meg ugye ezekért a legújabb Erste-bankos mutatványokért is, ugye, hát azért ezt a burkusok csinálták, ugye, apró betű mindent vegyél fel aztán, hogy hogy fizeted vissza, az ugye bár egy más kérdés. Na és utána a bátyám nevelőszülei meghívtak egy étterembe, mint olyanba új évkor. Ahol akkor a bisztek volt, amit én még nem is láttam életemben, sőt, bisztekeket sem láttam, sőt, elmondanám, hogy vesepecsenyét én a módszerváltás után láttam először a hentesnél. Mondom, ön a vesepecsenye? Jó napot kívánok, annyit hallottam magáról. Hát ez mégis csak egy történelmi esemény, hát valami mégis változik ugye ebben a hazában. Mondom, jó napot kívánok. Na elég az hozzá, hogy én elkövettem azt a hibát, ugye, mint ilyen túlfűtött gyerek, belenéztem az étlapba, és ez a steak, ez került 80 shillingbe akkor, ugye, még más árvetések voltak, és akkor képzeljék el, hogy enni egy steaket úgy, hogy falatonként egy matchboxot lenyelsz. Ugye? És ezen én nagyon sokat morfondíroztam, és ez nekem nagy fájdalma volt, és később beszélgettem Dédénes György Zsütivel, akinek a nevét talán még tudják a kedves jelenlévők. És a Zsütivel történt az ugyanígy a 60-as években, hogy ment ki Bécsbe, és az ismerősök, ugye, akik kint voltak, hát meghívták ebédre. A zsebében neki meg nem volt egy ruppó se, tehát én halálosan ismertem ezt az érzést, tehát például anyámmal, apámnak kellett menni kirakatot nézni. És mondta apám, hát angyalka, hát egy fillérünk nincs. Ugye anyám kénykedett. Ugye a burdára volt pénz, és a kirakatból levette a know-how-t. És akkor itthon kifordítom, befordítom, egy gomb, egy passzé, egy makramé, egy lamé, és akkor egész jó kis ruhákat tudott így összeállítani, de férfi szemmel a ruppótlan kirakatnézés az értelmetlen, ugye, mint az MSZP etikai tagozata. Tehát értelmezhetetlen. Na elég az hozzá, de ezért más a női lélek, és ez azt kell mondjam, hogy nagyon jól van így, retetlen, és akkor a Zsüti felszabadított, mert ő a következőt dolgozta ki, meg akartam valaki hívni ebédre, azt mondja, hova hívnál meg a saját, Zsüti, én hova szeretnél a saját? Jó, hát egy jó középkategóri polgári vendéglő, nagyon jó. Kileszében van aperitív, van Zsütikém, van leves, van főétel, van desszert, nagyon jó, konyak is van, nagyon jó. Ez körülbelül mibe kerül? Azt mondja, Zsütikém, hát 300 shilling. Azt mondja, nézd oda, adj ide 150-et készpénzben. És én igazolom, hogy velem ebédelt. Egyébként nekem a jövő tervem megvan Bécssel kapcsolatban. EU állampolgárként bejelentkezem a bratyóhoz, nyugdíjba megyek, és cseng a 740 euró. Az nem olyan szar. Szlovák családok jelentkeznek be, ugye, mert a szociális háló szövedéke, amit a költő mondja, néha fölfeslik valahol. Három gyereke szlovák családok bejelentkeznek Bécsbe, és fölveszik gyerekenként a 300 eurót, úgyhogy a gyerekek nem is voltak Bécsbe. Ugye, tehát ez egy ilyen távszociális háló. Na mindegy, most kim voltam, az volt a projekt, hogy vegyek inget. Hát ugye, hát kinézek, ahogy kinézek. Na hát de, hogy mondjam, azért én próbálok így is teljes életet élni, tehát nem gondolom, hogy engem az ingeladásból ki kéne zárni, pusztán azért, mert létezem, és pusztán azért, mert egy olyan testezettel létezem, amelyen létezem. Na mondták, hogy van valami Havelkai Sigismund vagy Prückeren Popper, és bemegyek, ugye
Hát két fiú eladó volt. Ez nem baj, csak, hogy mondjam, nem vágytam arra, hogy előttük levetkőzzem. Tehát már láttam hátulról az a ing egy picit be van karcsúsítva, és így a mozdulatok egy picit könnyedébbek, mint amit úgy mi hagyományőrzőként el tudunk képzelni. De arra nem számítottam, hogy a szolidan átizzadt hengeres fatörszerű testemmel becsattogok, nyomokban szőrzettel, de ezt ő nem láthatta, hogy ő úgy néz rajtam végig, mint egy rakás szerencsétlenségen. Szecessziós nőalakot formázó lámpa, amelynek formázatát kamaszkoromban többször is feldolgoztam, mert akkor az erotikai ellátottság az nem volt ilyen sok szintű, ugye, mint manapság. És hát mondom, apa, szeretnék valamit mondani, hogy hát itt az úttörő dolog itt most már kezd a körmömre égni. Atyám letolta a szemüvegét, rám nézett, azt mondja, osztálytársaid hány százaléka tagja eme tömegszervezetnek? Na most ettől már nekem a lassú húgy megindult a lábam szárán, mert nem sokat értettem belőle, mondtam, hát rajtam kívül már mindenki úttörő. Hát akkor mondta apa, akkor lépjél be te is. No, hát az összes tagkönyvemet nem sorolom fel. Beléptem például a kokáért az autóklubba. Én egy Trabant Universal, ez volt a kombinak a hivatalos elnevezése, és jó lehet, valószínűleg meg tudtam volna szerelni, hozzátéve, hogy a Trabant egyszerűsége talán csak a Kalasnyikov géppisztolyéval vethető össze, ugye 26 alkatrészből áll, amelyből legalább egy-egy matematikailag kézre kellett volna, hogy álljon. De a fiatal NDK szakembergárda veszéllyel dacolva megoldotta, hogy ilyen ne legyen. Beletett továbbá egy rendkívül komoly kalandelemet, hogy ne emészszen fel minket a kádárizmus szürkesége és inger szegénysége. Ugye ez volt az a bizonyos takarékcsap, amit a fiatalok el se hisz meg, ez jobbra lent tartózkodott, és akkor ha a benzined elfogyott, hát ez különösen előzésnél volt érdekes, mikor szembe jött a kamion, és akkor az autónak a benzinellátása megszűnt, tehát így, mint a vastüdőt, ha leveszik az emberről, ugye, ilyet csinált, és akkor le kellett hajolni életet kockáztatásával, és ezt a csapot átrakni, de közben sem nem láttál, sem a kormány nem tudtad kezelni, tehát ezek a lakónikus, rendkívül szomorú hírek, hogy minden ok nélkül Trabant személygépkocsijával áttért az út túlsó oldalára, és meghalt, hát ezek a takarékcsapnak voltak köszönhetőek, de én azt mondom, hogy kalandosan éltünk, és én ezt nem adnám el semmiért. Na most kérem tisztelettel, én megpróbáltam azon elgondolkodni, hogy hát a családunk hogyan integrálódott. Ugye nem baj, ha szubjektívra vesszük a figurát. Hát ott kezdődik, hogy nagyanyám Brassóban csak Bécsből hozatott kalapot, bár mondjuk ez egy ország volt, ugye csak később választódott szét. Hogyha nagypapánál egy kicsit jobban alakultak a dolgok, akkor adott esetben Párizsból is, ugye? Sárközi Péter drága magyar tanárom mondta, hogy lehet, hogy szegény volt a József Attila, de annyira nem, hogy ne a Sorbonnon tanult volna. Mondta ezt nekünk 1970-ben, amikor a Sorbonnon tanulásunk matematikai esélye félelmetesen tendált a nulla tengelyhez, tehát gyakorlatilag ezt én el sem tudom képzelni. Na, talán a kedves külügyesek kedvére elmesélem, hogy én a, már akik itt vannak, ugye? Kérem szépen, de ezek egy része ilyenkor titkos randevút bukkol rá egyébként, azt tudják, tehát hogy a Sanyin voltam, na nem baj, szegény ember vízzel főz, éhes disznó makkal álmodik, de mi volt az előző végszó? Most annyira belekavarodtam ebbe, szeretek egyszerre több fájt megnyitni, úgyhogy, ja igen, hogy én a munka vörös zászló érdemrendjével kitüntetett Báró Állami Ötvös József gimnáziumba jártam. Ezt apámtól örököltem, akinek az ügyvéd irodája a József Attila utcában volt, amit korábban Tisza István utcának, korábban pedig Fürdő utcának hívtak, és reggel mondta, hogy megyek a Gróf Fürdő Attila utcába. Tehát úgy gondolta, hogy két világháború és néhány forradalom után ő már nem kockáztat. Tehát ő elmondja az utcát úgy, ahogy kell, és ez legyen mindenkinek jó. Na most nekem az osztálytársaim fele az ilyen diplomata gyerek volt. Ugye apukát jelentős része egyszerűen kém volt, hát lássuk világosan. Elsőben
egy barátomat megkérdezett, ezek úgy tudtak németül, mint az Isten. Hát ezek ott jártak általános iskolában, hát ez verhetetlen volt. Tehát én akkor beláttam, ugye, hát én a képes német nyelvkönyv gyermekeknek izzítottam, és hát úgy fölvettek, mert nem voltam tök hülye gyerek. De hát, hogy a némettel az első évben vérpisáltam, az egészen biztos. Azt nyugodtan állíthatom, és emlékszem, hogy kérdeztem tőle, hogy Laci, te hogy fordítanád azt, hogy vétkesek közt cinkos, aki néma? És akkor a cinkosra mondott három szinonimát. Ugye a der Mitschuldige, a der Helfershelfer és a latin eredetű der Komplice. És mondtam, hát én ezt nem fogom tudni utolérni, de megnyugtatott, hogy egyébként németül nem így mondják. És akkor a Báró Állami Ötvös József Gimnázium a munka vörös zászló érdemrendjével kitüntetve, a lépcsőn állva úgy rám zuhant, hogy én Goethe Farkas János nyelvét a büdös életben nem fogom ezen a szinten elsajátítani. Majd Laci közölte, elővette egy olyan órát, amit én nemhogy nem láttam, nem is ismertem olyanokat, akik ilyen órával rendelkeznek. Azt mondja, talán még elérem a genfi gépet. Hát mondom, azzal szórakozzál, amivel egyidős vagy, de ezt azért nem mertem neki nagyon mondani, szóval ez a mi perspektívákból, ez feldolgozhatatlan volt. Volt egy gonosz Ausztráliába emigrált, valahogy szóval azért érdekes dolog ez a voksolás, ugye? Hogy amikor Mongóliába mentem, és kellett volna egy meghívó, hát akkor gyöngyözött a homlokom erősen, miután Mongóliába élő rokonaim és ismerőseim száma zérus halmazt képeztek matematikai értelemben, hogy nem tőlük mindenki nyugatra ment, ugye több hullámban. Itt volt ez a gonosz Tuli bácsi, aki állva megevett fél kiló szalámit kenyér nélkül, amit apám a minisztérium büféjéből szerzett, és KST kölcsönt vett fel, hogy ezt kifizesse, majd távozáskor adott három olyan golyóstollat, aminél már mohikánnak is jobb volt. Mondjuk nem merő betörő volt, de szóval, hogy az iskolában a legszegényebb gyereknek is már négyszer jobb golyóstolla volt, de Tuli bácsi azt hitt, ezt még lehet osztogatni, majd távozáskor egy barackot nyomott a fejünkre, és azt mondta, hogy ha Sydneybe jársz, nézd be. Hát mondom, én meg a tiedet, tudod, Tuli bácsi? Röviden ezt tudom mondani. Tehát tulajdonképpen az első nagy voksolás Európa irányába az lábbal történt 1956-ban, ugye? Tehát nem csak a bátyám ment el, hanem hogy humorosan szoktuk mondani, még 250 ezeren. Sőt, egyeseknek annyira bejött, hogy megcsináltak Amerikáig, illetve Ausztráliáig. Na hát ebből következett, hogy én első tapogatózó lépéseimet Bécs irányába, ami rettenetes messzinek tűnt, pedig csak 260 kilométer, úgyhogy atyám annak idején a nyugati sajtó eléggé szelektíve érkezett be az országba. Az osztrák orgánum, az osztrák kommunista pártnak volt a lapja, miért nem, ugye ki érti ezeket, ugye amikor Móriczka sétál a Dohány utcában, és valaki megkérdezi tőle, hogy nem tudja véletlenül, hol van a zsinagóg, azt mondja, véletlen. Ez a leggyönyörűbb, és egyúttal a holokauszt emlékév kapcsán én letettem a négyjegyemet ezzel kapcsolatban, úgyhogy csókolok mindenkit ezúton. Úgyhogy, hát minden véletlen a Volksstimmét lehetett kapni, amit apám néha elvei fenntartása mellett megvásárolt, mert benne volt, hogy mit adtak az operába tegnap. Ugye, mert az már csak másnap érkezett ugyebár ide, és akkor időnként rátapadt a rádióra, nagyon gyakran a Szabad Európára, amelynek antennáját ugye előfinoman sáfrányos, hátuldiszkéten vonalkódos, általam úgy gyakran is szeretettel apostrofált habselyem alsóadrágba, toporogva a bérleménybe ugye próbált beállítani. Tehát ez is már tulajdonképpen az európai integráció felé tett lépés volt. Szászlónak is egy a vége, hogy már 56-ban sem voltunk abban túl egységesek, hogy nekünk a Szovjetunióhoz kell csatlakoznunk. Finoman jelezném, hogy a mongolok cirill betűvel írnak. És a 702 kolostorból 700-at fölégettek. Tehát mi a Regnum Marianummal ezt huszárosan megoldottuk. Csak azért mondom, hogy ezt az egész Európát helyezzük már egy kis kontextusba. És nagyon jó dolog, ha Európára az ember távolabbról, mondom majd a Bécset is, nyugi, Nincs a fájl elfelejtve, ugye? Tehát nagyon helyes, hogyha Európára az ember távolabbi kontinensekről tekint, ugye hazaérkezvén, amely hát talán a módszerváltás egyetlen kézzelfogható előnye, hogy lehet ugye bár utazni, az egyetlen ez talán túlzás, most nem szomorkodjanak így el, lehet ezt árnyalni, de hát mondjuk így a fő előnye,
És hát ugye például 4 évvel ezelőtt részt vettem Kongóban, egy 3 hetes expedíción a Kongó folyón, és azt tapasztaltam, hogy a munka, ez nem alapfeltétele az életnek. Ezt mi gondoljuk? Ugye, a kenyaiak úgy hívnak minket, hogy muzungu. Ugye nem értjük a szót, de rettetes jó a hangulata, tehát aki mindig méricskél, dolgozik, farag, ez nincs így. Ezt csak mi Európában gondoljuk, különösen a németek, ugye, hogy éjjel-nappal dolgozni kell. 70-es években voltam én Németországban, néztem reggel az Isten királyokat, a hatalmas Mercedes-szel így mentek, és este 12 órai munka után jöttek, mint egy leeresztett lufi. Ugye, mert nekünk a csatlakozáskor nem lett elmondva, hogy tavárisi, hát most már dolgozni kell. Ugye, hát most 600 hengesztőt levizsgáztattak egy cégnél, és kétharmada a pálcát nem tudta a kezébe venni. Ugye, na zárójel bezárva, de ez se teljesen így van, meg erre is tudunk ellenérveket mondani. Voltunk Dél-Amerikában, csak hogy utáljanak. Dél-Amerikában szorongtam, mert nem tudok spanyolul, és az ebbe ki van szolgáltatva. Tehát egy országban azért jó egy kicsit valamilyen nyelven tudni. Ilyen szempontból az olaszokkal a legjobb angolul beszélgetni, mert ők se tudnak. Tehát ez kezdő angolosoknak, ez csak ajánlom, és ráadásul ez egy újabb rejtély, hogy akik ilyen operákat írtak, és egy ilyen muzikális nép, abszolút semmi fülhallásuk nincs a nyelvekre. Tehát, ha olaszokkal beszélgetünk angolul, akkor feltétlenül nő az önbizalmunk. Na mondom, hát majd megérkezünk mi Frankfurtba, ahol majd Goethe Farkas János már apostrofált nyelvén majd ki voltam már éhezve egyszerűen. Hát sejtik a megoldást. 380 élménykombinátot látogattam végig a nem kis frankfurti repülőtéren. Egyetlen egy németül tudó emberrel nem találkoztam. Tehát volt ott macedón, crnagorác, etyem, petyem, semmi. Továbbra is vannak gondolatai nagyon kedves barátomnak, Fábri Sándornak. Köszönjük. Európára érdemes kívülről is rápillantani, de a legcsodálatosabb, hogy egy kicsit Kínába az ember beleszagol. Kérem szépen, kvíz kérdés. Mikor készült az első újság Kínában? Úgy látom, az ázsiai osztály nincs itt. Bár lehet, hogy ő se tudná. 731-ben, mikor mi még ubu-dubu-dubu-dubu. Na hát, szóval ez a különbség, de hogy a kínai gondolkodás milyen nagyszerű, ugye? Európa megőrült, ugye részben azért, mert nem tudtak sejmet csinálni, ugye? Tehát, hogy a sejemhernyó hogy működik, Európa megbolondult, és nem tudtak porcelánt csinálni. Európa ettől is megbolondult, ugye? Na kérem szépen, ugye ott volt a puskapor. Ugye, tudjuk azt, hogy a kínaiak a puskaporral nem lőttek? Petárdáztak. A puskaporból mit csináltunk? Tébolyt. Krisztus körül volt irány. Ugye azt mondja, ahogy már azt az ilyen típusú történetekben mondani szokta, hogy ha visszaengedsz, 3 kívánságodat teljesítem. A cigány nem igen bízik benne, de hát humanizmusból visszaengedi a halat. A hal azonban pillanatokon belül jelentkezik, cigány azt mondja, hát én az ígéretemet megtartom, kívánj valamit. Cigány elgondolkozik, azt mondja, hát álljon ide elő egy csodálatos hintó a napkirálynak a stílusában. 6 arab telivér bontassa. A tetejére cápa bőrrel beborított hajókofferek színültik $100-osokkal, bent pedig különböző ládába gyémán, gyöngy, karbunkulus, gránát, arany, és mi egymás. Ha így csinál, ott áll a 6 paripával a csodálatos hintó. A gazsirat majdnem földbe gyökerezik. A láma el is feledkezik, hogy kér valamit kérdezni. Hal azt mondja, hát sietek, édesapám, nincs annyi időm, gyerünk, mi a másik kívánság. Azt mondja, hát a világ 30 legszebb aranyhúriát, hogyha ideállítanád a naturvesztelenségükben, ahogy a teremtő őket a világra teremtette. Hal így csinál, 30 csodálatos. Hát a gazsi se köpni, se nyerni nem tud. Hal beszól, aztán nincs annyi időm, gyerünk, mi a harmadik kívánság? Hát kasigatnagy a fejétre. Formázatát kamaszkoromban többször is feldolgoztam, mert akkor az erotikai ellátottság, az nem volt ilyen sok szintű, ugye, mint manapság.
És hát mondom, apa, szeretnék valamit mondani, hogy hát itt az úttörő dolog itt most már kezd a körmömre égni. Atyám letolta a szemüvegét, rám nézett, azt mondja, osztálytársaid hány százaléka tagja eme tömegszervezetnek? Na most ettől már nekem a lassú húgy megindult a lábam szárán, mert nem sokat értettem belőle, mondtam, hát rajtam kívül már mindenki úttörő. Hát akkor mondta apa, akkor lépjél be te is. No, hát az összes tagkönyvemet nem sorolom fel, beléptem például a kokáért az autóklubba. Én egy Trabant Universal, ez volt a kombinak a hivatalos elnevezése, és jó lehet, valószínűleg meg tudtam volna szerelni, hozzátéve, hogy a Trabant egyszerűsége talán csak a Kalasnyikov géppisztolyéval vetett össze, ugye 26 alkatrészből állt, amelyből legalább egy-egy matematikailag kézre kellett volna, hogy álljon. De a fiatal NDK szakembergárda veszéllyel dacolva megoldotta, hogy ilyen ne legyen. Beletett továbbá egy rendkívül komoly kalandelemet, hogy ne emészszen fel minket a kádárizmus szürkesége és inger szegénysége. Ugye ez volt az a bizonyos takarékcsap, amit a fiatalok el se hisz meg, ez jobbra lent tartózkodott, és akkor ha a benzined elfogyott, hát ez különösen előzésnél volt érdekes, mikor szembe jött a kamion, és akkor az autónak a benzinellátása megszűnt, tehát így, mint a vastüdőt, ha leveszik az emberről, ugye, ilyet csinál, és akkor le kellett hajolni életet kockáztatásával, és ezt a csapot átrakni, de közben sem nem láttál, sem a kormány nem tudta kezelni, tehát ezek a lakónikus, rendkívül szomorú hírek, hogy minden ok nélkül Trabant személygépkocsijával áttért a Lótus oldalára, az út túlsó oldalára, és meghalt, hát ezek a takarékcsapnak voltak köszönhetőek, de én azt mondom, hogy kalandosan éltünk, és én ezt nem adnám el semmiért. Na most kérem tisztelettel, én megpróbáltam azon elgondolkodni, hogy hát a családunk hogyan integrálódott. Ugye nem baj, ha szubjektívra veszünk a figurát. Hát ott kezdődik, hogy nagyanyám Brassóban csak Bécsből hozatott kalapot, bár mondjuk ez egy ország volt, ugye csak később választódott szét. Hogyha nagypapánál egy kicsit jobban alakultak a dolgok, akkor adott esetben Párizsból is, ugye? Sárközi Péter drága magyar tanárom mondta, hogy lehet, hogy szegény volt a József Attila, de annyira nem, hogy ne a Sorbonnon tanult volna. Mondta ezt nekünk 1970-ben, amikor a Sorbonnon tanulásunk matematikai esélye félelmetesen tendált a nulla tengelyhez, tehát gyakorlatilag ezt én el sem tudom képzelni. Na, talán a kedves külügyesek kedvére elmesélem, hogy én a, már akik itt vannak, ugye? Kérem szépen, de ezek egy része ilyenkor titkos randevút bukkol rá egyébként, azt tudják, tehát hogy a Sanyin voltam, na nem baj, szegény ember vízzel főz, éhes disznó makkal álmodik, de mi volt az előző végszó? Most annyira belekavarodtam ebbe, szeretek egyszerre több fájt megnyitni, úgyhogy, ja igen, hogy én a munka vörös zászló érdemrendjével kitüntetett Báró Állami Ötvös József gimnáziumba jártam. Ezt apámtól örököltem, akinek az ügyvédirodája a József Attila utcában volt, amit korábban Tisza István utcának, korábban pedig Fürdő utcának hívtak, és reggel mondta, hogy megyek a Gróf Fürdő Attila utcába. Tehát úgy gondolta, hogy két világháború és néhány forradalom után ő már nem kockáztat. Tehát ő elmondja az utcát úgy, ahogy kell, és ez legyen mindenkinek jó. Na most nekem az osztálytársaim fele az ilyen diplomata gyerek volt. Ugye apukát jelentős része egyszerűen kém volt, hát lássuk világosan. Elsőbe egy barátomat megkérdezte, ezek úgy tudtak németül, mint az Isten. Hát ezek ott jártak általános iskolában, hát ez verhetetlen volt. Tehát én akkor beláttam, ugye, hát én a képes német nyelvkönyv gyermekeknekből izzítottam, és hát úgy fölvettek, mert nem voltam tök hülye gyerek, de hát, hogy a némettel az első évben vérpisáltam, az egészen biztos, azt nyugodtan állíthatom, és emlékszem, hogy kérdeztem tőle, hogy Laci, te hogy fordítanád azt, hogy vétkesek közt cinkos, aki néma? És akkor a cinkosra mondott három szinonimát. Ugye a der Mitschuldige, a der Helfershelfer és a latin eredetű der Komplice. És mondtam, hát én ezt nem fogom tudni utolérni, de megnyugtatott, hogy egyébként németül nem így mondják. És akkor
A Báró Állami Ötvös József Gimnázium a munka vörös zászló érdemrendjével kitüntetve, a lépcsőn állva úgy rám zuhant, hogy én Goethe Farkas János nyelvén a büdös életben nem fogom ezzel a szinten elsajátítani. Majd Laci közölte, elővette egy olyan órát, amit én nemhogy nem láttam, nem is ismertem olyanokat, akik ilyen órával rendelkeznek. Azt mondja, talán még elérem a genfi gépet. Hát mondom, azzal szórakozzál, amivel egyidős vagy. De ezt azért nem mertem neki nagyon mondani, szóval ez a mi perspektívánkból ez feldolgozhatatlan volt. Volt egy gonosz Ausztráliába emigrált, valahogy az szóval azért érdekes dolog ez a voksolás, ugye? Hogy amikor Mongóliába mentem, és kellett volna egy meghívó, hát akkor gyöngyözött a homlokom erősen, miután Mongóliába élő rokonaim és ismerőseim száma zérus halmazt képeztek matematikai értelemben. Hogy nem tőlük mindenki nyugatra ment, ugye több hullámban. Itt volt ez a gonosz Tuli bácsi, aki állva megevett fél kiló szalámit kenyér nélkül, amit apám a minisztérium büféjéből szerzett, és KST kölcsönt vett fel, hogy ezt kifizesse. Majd távozáskor adott három olyan golyóstollat, aminél már mohikánnak is jobb volt. Mondjuk nem merő betörő volt, de szóval, hogy az iskolában a legszegényebb gyereknek is már négyszer jobb golyóstolla volt, de Tuli bácsi azt hitt, ezt még lehet osztogatni. Majd távozáskor egy barackot nyomott a fejünkre, és azt mondta, hogy ha Sydneybe jársz, nézd be. Hát mondom, én meg a tiedet, tudod, Tuli bácsi? Röviden ezt tudom mondani. Tehát tulajdonképpen az első nagy voksolás Európa irányába az lábbal történt 1956-ban, ugye? Tehát nem csak a bátyám ment el, hanem hogy humorosan szoktuk mondani, még 250 ezeren, sőt, egyeseknek annyira bejött, hogy megcsináltak Amerikáig, illetve Ausztráliáig. Na hát ebből következett, hogy én első tapogatózó lépéseimet Bécs irányába, ami rettenetes messzinek tűnt, pedig csak 260 kilométer, úgyhogy atyám annak idején a sajtó, a nyugati sajtó eléggé szelektíve érkezett be az országba. Az osztrák orgánum, az az osztrák kommunista pártnak volt a lapja, miért nem, ugye ki érti ezeket, ugye amikor Móriczka sétál a Dohány utcába, és valaki megkérdezi tőle, hogy nem tudja véletlenül, hol van a zsinagóg, azt mondja, véletlen. Ez a leggyönyörűbb, és egyúttal a holokauszt emlékét kapcsán én letettem a négyegyebet ezzel kapcsolatban, úgyhogy csókolok mindenkit ezúton, úgyhogy, hát minől véletlen a Volksstimmét lehetett kapni, amit apám néha elvei fenntartása mellett megvásárolt, mert benne volt, hogy mit adtak az operába tegnap. Ugye, mert az már csak másnap érkezett ugyebár ide, és akkor időnként rátapadt a rádióra, nagyon gyakran a Szabad Európára, amelynek antennáját ugye előfinoman sáfrányos hátuldiszkéten vonalkódos, általam úgy gyakran is szeretettel apostrofált habsejem alsóadrágba, toporogva a bérleménybe ugye próbált beállítani. Tehát ez is már tulajdonképpen az európai integráció felé tett lépés volt. Szászlónak is egy a vége, hogy már 56-ban sem voltunk abban túl egységesek, hogy nekünk a Szovjetunióhoz kell csatlakoznunk. Finoman jelezném, hogy a mongolok cirill betűvel írnak. És a 702 kolostorból 700-at fölégettek. Tehát mi a Regnum Marianummal ezt huszárosan megoldottuk. Csak azért mondom, hogy ezt az egész Európát helyezzük már egy kis kontextusba. És nagyon jó dolog, ha Európára az ember távolabbról, mondom majd a Bécset is, nyugi, nincs a fájl elfelejtve, ugye? Tehát nagyon helyes, hogyha Európára az ember távolabbi kontinensekről tekint, ugye hazaérkezvén, amely hát talán a módszerváltás egyetlen kézzelfogható előnye, hogy lehet ugye bár utazni, az egyetlen ez talán túlzás, most nem szomorkodjanak így el, lehet ezt árnyalni, de hát mondjuk így a fő előnye. És hát ugye például 4 évvel ezelőtt részt vettem Kongóban, egy 3 hetes expedíción a Kongó folyón, és azt tapasztaltam, hogy a munka, ez nem alapfeltétele az életnek. Ezt mi gondoljuk? Ugye a kenyaiak úgy hívnak minket, hogy muzungu. Ugye nem értjük a szót, de rettetes jó a hangulata, tehát aki mindig méricskél, dolgozik, farag, ez nincs így. Csak mi Európába gondoljuk, különösen a németek, ugye, hogy éjjel-nappal dolgozni kell. 70-es években voltam én Németországban, néztem reggel az Isten királyokat, a hatalmas Mercedes-szel így mentek, és este 12 órai munka után jöttek, mint egy leeresztett lufi.
Ugye mert nekünk a csatlakozáskor nem lett elmondva, hogy tavárisi, hát most majd dolgozni kell. Ugye? Hát most 600 hegesztőt levizsgáztattak egy cégnél, és kétharmada a pálcát nem tudta a kezébe venni. Ugye? Na zárójel bezárva, de ez se teljesen így van, meg erre is tudunk ellenérveket mondani. Voltunk Dél-Amerikában, csak hogy utáljanak. Dél-Amerikában szorongtam, mert nem tudok spanyolul, és az ebbe ki van szolgáltatva. Tehát egy országban azért jó egy kicsit valamilyen nyelven tudni. Ilyen szempontból az olaszokkal a legjobb angolul beszélgetni, mert ők se tudnak. Tehát ez kezdő angolosoknak, ez csak ajánlom, és ráadásul ez egy újabb rejtély, hogy akik ilyen operákat írtak, és egy ilyen muzikális nép, abszolút semmi filhallásuk nincs a nyelvekre. Tehát, ha olaszokkal beszélgetünk angolul, akkor feltétlenül nő az önbizalmunk. Na mondom, hát majd megérkezünk mi Frankfurtba, ahol majd Goethe Farkas János már apostrofált nyelvén majd ki voltam már éhezve egyszerűen. Hát sejtik a megoldást. 380 élménykombinátot látogattam végig a nem kis frankfurti repülőtéren. Egyetlen egy németül tudó emberrel nem találkoztam. Tehát volt ott macedón, crnogorác, etyem, petyem, hem. Továbbra is vannak gondolatai nagyon kedves barátomnak, Fábri Sándornak. Köszönjük. Európára érdemes kívülről is rápillantani, de a legcsodálatosabb, hogy egy kicsit Kínába az ember beleszakol. Kérem szépen, kvíz kérdés. Mikor készült az első újság Kínában? Úgy látom, az ázsiai osztály nincs itt. Bár lehet, hogy ő se tudná. 731-ben, mikor mi még ubudubudubudubu. Na hát, szóval ez a különbség, de hogy a kínai gondolkodás milyen nagyszerű, ugye? Európa megőrült, ugye részben azért, mert nem tudtak sejmet csinálni, ugye? Tehát, hogy a sejemhernyó hogy működik, Európa megbolondult, és nem tudtak porcelán csinálni. Európa ettől is megbolondult, ugye? Na kérem szépen, ugye ott volt a puskapor. Ugye, tudjuk azt, hogy a kínaiak a puskaporral nem lőttek? Petárdáztak. A puskaporból mit csináltunk? Tébolyt. Krisztus körül volt iránytűjük. Kicsit csendesedjük el. Azért teszek bele, ez ugyanaz, mint a Wagner maga is megírja, hogy időnként részfúvósokat. Azért, és azért nyomja a rezet, hogy fölébredjen a hallgatóság, ugye? Tehát én is alkalmat, azért Wagnertől tanulni nem olyan szégyen mondjuk így hatáselemeket. Na kérem szépen, a leges legcukibb az volt, hogy 1430 körül a világ legnagyobb flottája a kínaiaké volt, egyenként 9 árbocos hajókkal. Tehát Kolumbusz ilyen 3 árbocosokkal izzított. 500 ember fért rá, és ezek a császár megbízásából eljutottak Kelet-Afrikába. Kiszálltak, hát pompőz. Múlatták ott az időt, látták, hogy vannak ilyen hosszú nyakú állatok, nem lelőtték, megölték, megették, szépen a hajóra fölvezették. Van itt egy érdekes csikos ló, úgy hívják zebra, hazamentek, betették a császári ritkasággyűjteménybe, megtekintették, majd a császár azt mondta, hogy a flottát le lehet szerelni. Nem kell Afrikát elfoglalni, nem kell rabszolgákat szedni, és átvinni őket Amerókába, ugye, akik most már 2 naponta oktatnak minket ki, miközben bekábítószerezett amerikai katonák muszlim holttestekre pisálnak, fele barátaim. Na, a komoly elemet csökkentjük, csak azt akartam mondani, hogy Európára érdemes kívülről is rápillantani, miközben mi mindig is csatlakozni akartunk, először 10 éves koromban jutottam ki Bécsbe, hát akkor, amikor a Segítő Mária utcájába kivittek 10 évesen, ami ki volt világítva, akkor én nekem a lábam a földbe gyökerezett, ezt nem tudom leírni.
Na 67-ben aztán a bátyám nevelő szüleihez deponáltak Tirolba. Ugye atyám nem tájékozódott pontosan, azt hitte, hogy Tirolba németül beszélnek. Hát ez egy súlyos tévedés, reggel jött szemben, már csak ott magadok, mondom, azzal szórakozzál, veszek neked is egy képes német nyelvkönyvet gyermekeknek, mert azt se lehetett tudni, hogy kész egy pohár vizet, vagy menjünk a rétre sétálni. Tehát ilyen szinten nem lehetett. Azt tudtam, hogy a bátyám nevelő papája egy csodálatos úr, Trentini úr, várt engem a pályaudvaron, és beszálltunk egy Daimler Jaguarba 1967-ben, amiért a Hunyadi téren Mohikán meg akart verni. Azt mondta, kisfámi, vagy Daimler vagy Jaguar, ilyen nincsen. Érted? Tehát amikor a paraszt ember azt mondja a zsiráfra az állatkertben, hogy ilyen állat pedig nincs. És hogy még mi minden jut eszébe, Fábris anyinak! Kérdezem meg, hogy Magyarországon is el lehet menni Európába. Például elmegyünk a Műpába. Ugye Műpába az a jó, hogy ahogy a régi bécsi mondás mondja, hogy mi a jó a kávéházban, ugye, hogy az ember nincs a családja körében, de még sincs szabad levegő. Tehát, hogy ezért szeretünk járni az operába. Nem, hát az operába ott ülsz a világszínvonalba. Hát később is Európa felé mentünk, csak egy ingerszegényebb zónába. Atyám egy ilyen kéthetes vállalati valami NDK élményeztetésre küldött Lipcsébe, ahol én lehettem 16 éves, jó tudtam németül már akkor, úgyhogy bizonyos sztárszerepet vívtam ki magamnak ezáltal, és megismerkedtem Felméri Bélával, aki akkor 55 éves volt, nekem egy Matuzsálemnek tűnt, ugye, ahogy Mick Jagger mondta, hogy nem szeretném 30 évesen az I Can't Get No-t énekelni, aminek a megértése nekünk évekbe telt. Ugye nem volt semmi leírva, tehát hogy mit jelent, hogy I can't get no, hát megőrültünk. Bár a, hogy hívják a, then heartache, az kicsoda? Az nem a Tina Turner, hanem a másik, a Bonnie Tyler. Azt én most tudtam meg, hogy az heartache, hogy szívfájdalom. Nem tudtuk, heartache, 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 yeah. A Pócsmegyeri Epercsárdába a Spencer David Group Comeback Baby Comeback című számát a szó szerint hallottam, hogy combine, baby combine. Ez így egyszerűbb nekünk, nem értitek fiatalok, tehát nem tudtunk élő szöveget rögzíteni, semmilyen, hát angolokkal meg, ha találkoztál, hát bementél az angol követség könyvtárába, és már följelentettek, hát ezért kirúgtak az egyetemről, hát szóval hála Istennek volt ott elég angol könyv, úgyhogy nem volt olyan nagy probléma, és apám beiratott egy barátjához angolul tanulni, ez a része a műsornak már végképp csak engem érdekel, de hálás vagyok neki, mert ez apának volt valamilyen pénzügyér haverja, akinek a mamája angol volt, és ebből következően tényleg nagyon jó angol kiejtése volt, és ült egy angol állóra alatt egy angol hintaszékben, egy angol pléddel betakarva, és Earl Grey teát ivott, amit én akkor kiejteni se tudtam, és akkor én nagyon angolnak éreztem magam. Ugye ő egy Matuzsálembe tűnt, és mondta, hogy ő se akarott egy olyan kertbe, egy ilyen betonmedence partján ott a nyaralgatni, ebben semmi fantáziát nem láttunk, és autostoppal elindultunk a festői Berlin irányába. Váltott barkaszokkal, meg is érkeztünk a Führer által épített, még mindig elfogadható minőségű autópályán, ami egyébként zárójel Európa. 33 éves koromra lett egy tűzpiros torinói Fiat Unom, mert bátyám megkérdezte Bécsbe, hogy nem akarsz egy autót, és rögtön befizetett egyet az autó küldőszolgálatnál, mielőtt én átadtam neki 13 ezer márkát. Na, szóval, mert akkor így ment az autósodás, de nekem már a Trabantom is, amiről ugye már voltam bátor beszélni, az is úgynevezett dolláros Trabant volt. Na mindegy, nem ez az érdekes, és szépen fölgöcögtünk Berlinbe, ami 69-ben azért még nagyon durván nézett ki. Nagyon durván. Mindez Felméri Bélát nem zavarta, ő egy 1933-as Bédekkerrel a hóna alatt megindult,
és azt mondja, semmi baj, Sanyikám, azonnal megebédelünk a három sashoz színzett étteremben. Oda mentünk a mondott helyre, ugye már az utcákat sem volt könnyű azonosítani, ugye különböző munkásmozgalmi nevek figyeltek be, és a többi, és a többi. Na most nem, hogy étterem nem volt, ház nem volt, nem, hogy ház nem volt, ház több nem volt, hanem helyette egy parkoló volt. Köszönöm szépen! Hát érjünk be ennyire! Hölgyeim és uraim, Fábri Sándor! Egész rövid leszek! Egész rövid leszek, hogyha pillanatokon belül ráfordulunk a szünetre, csak én úgy gondoltam, hogy hát ez a kis európai elmélkedés nem volna teljes, ha az igazi nagy költészetet ne idéznők ide. Én Lőwy Árpádnál európai költőt nemigen ismerek, aki már nevében is hordozza az univerzalizmust. Eredetileg dr. Réti Lászlónak hívták, és a Magyar Nemzeti Múzeum érmetárának volt az őre, és szombat délutánonként ezek a gonoszok összegyűltek a Magyar Nemzeti Múzeum egy kis termében, ahol főleg disznóságokkal foglalkoztak, és ő maga ugye azért választotta a Lőwy Árpád nevet, mert a magyarság fele Lőwy, fele Árpád. Ő többek között, hát van egy csodálatos toldi átköltése, amelyet hát közszolgálatilag csak jelentős füttyögéssel lehet leadni, de ő a különböző nemzeteket is megénekelte, általában rendkívül tömör, tehát ő tulajdonképpen minden nemzetnek vagy országnak adta egy ilyen NESZ változatát, egy ilyen tüstént változatát, rendkívül találóan, hát én csak atyám idézeteiből emlékszem egyre kettőre, példának okáért, és itt általában megjelenik a népszokás, a folklór, a lelkület és a fontosabb termékek. Azt mondja, hogy tenger ellen emel a hollandus falat, s löptébe meg a lesózott halat. Egy másik csodálatos költeménye is, de ugye bele van találva a holland néplélekbe, tehát tulajdonképpen a mű hossza az nem esztétikai kategória, tehát lehet három kötetes rossz regényt írni, és lehet két ilyen csodálatos sort is megalkotni. A másik, amire emlékszem, az úgy hangzik, hogy a svájcinak bliktri a hosszú alagút. Nem ismerjük ma már ezt a szót, hogy bliktri az ennyi, semmiség. A svájcinak bliktri a hosszú alagút, leányban szereti a széles valagút. Én úgy érzem, ez is egy rendkívül csodálatos. Na de most a munkatársaim előhörrentettek egy nagyon csak ideillő, ugye kérésemre kutakodtak, és ez tulajdonképpen az elmondottakhoz képest egy valóban teljesen szolid költemény. Lőwy Árpád. Az Atlanti óceánnál. Lisszabonban május egy délutánján, a Tahó nagy öblénél járdogálván, lassanként eltűnt a város. És a bárkák, mint kicsi sirályok az alkonyt várják, hogy fáradt vitorlájukat bevonva, révbe térjenek be nyugalomba. Bájos a kép. Alkonyi hangulat, sén sietek tengert érni, igyekezvén, hogy mire a nap hullámsírba térne, búcsúzzam tőle jókor odaérve. Egyszer csak ím a tengernél valék, narancs, piros és bíbor lila az ég. A nap már félig lebukva a vízbe, a víztükör sugárszállal beszegve, én a mélység felett egy szikla peremén, szerelmesen legeltetem a tenger szépségét. Éj csodás Európa, így kiáltva, belepeselek a nagy óceán. Köszönöm szépen, ennyi lett volna. Rövid leszek, érthető okokból. Kedv, Halg, Köv, Fábr, Sán. Nagyon kedvesek.
Hát kedveseim, azért nehéz úgy rádiókabarit csinálni ezekben a napokban, hogy gondoljanak arra, hogy Máriás Béla barátom, akinek meghívásáért minden felelősséget magamra vállalok, és Béla Halvét régi avantgard huncutok örömmel állapítottuk meg azt a jeges dermedést, amit produkciójuk kiváltott, de mondhatjuk azt, hogy talán inkább szokatlan, ugye? Nem szoktunk a rádió kabaréban ilyen huszás tikliket csinálni, de hát én gondoltam, hogy a fiatalság megnyerése céljából esetleg a kis cica ugrál az ágyon színű örökzöld, az esetleg érdekes lehet. Na most ugye, amikor Béla mondta a kis bevezetőjében, hogy nem sokára a határon is fognak játszani, akkor már a nézőtéren egy ilyen lágy bizsergés indult el. Ugye hát mégiscsak nehéz úgy kabarit csinálni, hogy hát ezzel a menekültüggyel, vagy migránsokkal, vagy beszivárgókkal, vagy illegális határsértőkkel és kerítésvágókkal, ugye Szerbiában többen ráálltak a drótvágó ollók leasingelésére, gondolom én, vagy a flexre, vagy nem tudom. Hát mit tartsunk erről? A kedves jelenlévők mit gondolnak? Baj lesz ebből? Igen. Tehát van bennünk egy kis szorongás? Van. Két gyerek született az isteni tegnap. Menet közben. Azért ez jó. Hát azért mégiscsak. Mégiscsak gyerekek. Szóval bennem ilyen több minden munkál, ugye. Nyilván én is szorongok, mint önök, ugye. Tehát, hogy a bazilika tornyából majd egyszer csak egy műezin fog kihajolni, és hát ez nem biztos, hogy cél, ugye, de egyúttal Ferenc pápára is hajazok, aki hát mégiscsak azt mondja, hogy azért hát el kell őket látni. Természetesen, amikor a szalámizsömlét odavágják az önkéntesek fejéhez, ugye, azzal azért nehéz mit kezdeni, meg van úgy, hogy a vizet is, meg egyéb, ugye, ami feltűnt nekem, hogy itt senkinek nincs csomagja. Tehát ilyen kis nejlon szatyorral jön a krapek. Most nem ellenük akarok beszélni, csak, és ellenük nem beszélek se pró, tehát jönöm, ja, senkinek nincs útlevele. Hát 56-ban, amikor néhány magyar migráns dobbantott, mintegy 250 ezer magával, hát azért legalább... Mert tudták, hogy a vagon alját ki kell fűrészelni, le kell ereszkedni a sinek közé, és csak arra kell vigyázni, hogy a középen lévő kampó fejbe ne vágjon. Az utolsó. Rengetegen meglógtak így, oroszok látták, hogy nem stimmel a létszám, számos vasutast berántottak palacsinta sütővel együtt. És nem nagyon kérdezték, hogy hol a neszeszer meg a fogkefe. Na most kérem szépen, az egyik legszebb ilyen kulturális különbség beszámoló, ez Márai Sándornak a Föld című híres naplójából származik. Tudva levőleg Márai feleségével, Lolával 44-45 telét Leányfalun töltötte Gergely Rudi barátunk, akit mi még ismertünk Antikváros házában. És ő írja le a következőt, hogy hát ebben a villában egy orosz különítmény vert tanyát, és volt egy kitűnő kirgiz szakács. És a kirgiz szakács szombat délután elmosogatott, rendnek muszáj lenni, majd a mosogatóvízben megmosta a haját. De Márai ezt ő a szerető megértéssel írja le. Tehát, hogy nem rossz fiú ő, nála így tört ki a Saturday Night Fever. Na hát kérem szépen, családunk több hullámban ugye elhagyta ezt az országot, így Gyurka nagybátyám például 45-ben, és elhelyezkedett gyári segédmunkásként Clevelandben, amelyet ő élete végéig úgy ejtett ki, hogy megjöttünk Clevelandból. Ugye, tehát gondoljanak bele, hogy én még 80-ban találkoztam olyan idős amerikás magyarokkal, akiket szót nem tudtak angolul. Mert ott volt a magyar templom, ott volt a magyar hentes, a magyar orvos, a magyar ügyvéd, a magyar újság, minden, úgyhogy nem nagyon voltak ők erre rákényszerítve, hogy az angol nyelvet elsajátítsák, és drága Gyurka nagybátyám valamit ráejtett a lábára a gyárba, és oda unca meg. És megszólal mellette egy fehér szemboglaló fekete ember, azt mondja, maga is pesti. Egyébként Amerikában többször megmentett engem az, hogy Európa. Történt pedig, hogy ennek a barátomnak, akinél laktam, volt egy ilyen könyve, hogy Who is who in Connecticut. És hát ebben csak világhíres emberek láthatók.
És hát akkor gondoltam, hogy megnézek egy házat, elővettem praktika NDK fényképezőgépemet, egy szolid teleobjektívvel, és hát egy ilyen lelki koordinálóház szatyorba öltözöttem. Amikor kimentünk, mindig nyomorultak voltunk. Tehát mindenki látta rajtuk, hogy kelet-európaiak vagyunk. Tehát nem volt olyan reklámügynök, nem volt olyan bárba becsalogató. Ugye New Yorkba megérkeztem, első este jöttek a feketék, hogy hess. Mondtam, hess. Ugye nem tudtam, hogy ő hasistáról. Azt hittem, hogy itt valami fajta szerecsen nyelvrokonságnak vagyunk a tanulói. Ugye ez pontosan nem lett, és ő mondta, hogy girls. Hát mondtam, még egyelőre nemrég jöttem, úgyhogy még nem mennék rá ugye már erre a témára. Na, a lényeg, hogy kiszálltam, és hát ott a ház körül, a mondott ház körül így settenkedtem. Egyszer csak látok egy gumicsizmát, megyek fölfele, egy kertészruhát, és egy gyepsöprőt, majd, mondom, Arthur Miller? Ő volt az. Ugye Amerikában nem nagyon van kerítés, ismét kulturális különbség, ugye egyedül szegény Szolzsenyicin vetette körül magát drótkerítésekkel Vermontba, nehogy a KGB ugye esetleg rákostolja, és az élettel mondjuk csak korlátozottan összeegyeztethető állapotba hozza. Ugye, mint ahogy Vas Albertre háromszor lőttek rá a saját kertjébe, úgyhogy később a kertje krokodilokkal volt körülvéve, ezt csak úgy zárójelben mondom. Na, elég az hozzá, hogy nem volt ő barátságos, ami Amerikában ritka. Mondom, Arthur Miller, Marilyn Monroe férje, érted? Tehát most mindjárt meg fogom fogni azt a kezet, ami hát ki tudja, hol járt. Ugye, tehát itt már virtuálisan benne vagyok a Marilyn Monroe bizniszbe, ember. Hát azért ezt próbáljuk feldolgozni. És mondom, I'm from Europe. Europe. És akkor úgy megnyugodott. Azt hitte, hogy ilyen lesifotós vagy. Ugye, de hát praktikámra ránézve szerintem a dolog egyértelmű volt, de nem lehet tudni, és akkor mondtam, hogy én filmeket írok, ő mondta, hogy ah, you write movies, oh, nice, és akkor természetesen, ahogy az óra 10-től megy előre, és én egyre több fröccsöt fogyasztok, ez a történet egyre hosszabbodik, de valójában mindössze ennyi történt. Köszönöm szépen, csak azt akarom mondani, hogy az Európa szó, ez rögtön alkalmas volt a bizalom megteremtésére. Na, ez a lényeg. A következő gen az volt, hogy ugye három barátommal mentem, akikből ketten másnap közölték, ugye mikor kérdeztem, hogy meddig akartok maradni, mondták, ők egy 50-60 évre gondoltak. Mondom, hát akkor ismét magamra vagyok utalva. Jelentem nyakunkon a tél. Honnan jöttem erre rá? Ma egy régi pesti bérházba léptem, várok a liftre, lift megjön, és kiszáll belőle két idős hölgy bundázatban. Nem nagy bundiba, kis bundiba, ilyen télelei bundira, ugye, bundiban, ilyen átmeneti bundiban, ugye, apám mondta az átmeneti kabátra, hogy átmenet a kabát és a roncs között, tehát egy ilyen átmeneti bundiban, és én úgy éreztem magam, mint Marcel Proust hőse, ugye, aki beleharap a Madeleine süteménybe, és megindul az emlékek árja, megcsapta az orromat. A naftalin szag. Rendkívül rég. Na, tudják, mi a naftalin? Köszönöm szépen! Megcsapta orromat a naftalin andalító illata. Hát emlékszem, most is, hogyha igazi jó naftalint akarnak fiatalok szippantani, akkor az operába kell menni Wagner előadásra, mert oda olyan öreg lányok betipegnek, akiket különben nem látsz az operába, megőrülsz, és hozzák ezeket a bundákat, hát az egyszerűen parádés, ugye? Volt egy drága unokahúgunk a Rákosi korszakba, hazajött az óvodából, mindjárt vége. Hazajött az óvodából, kérdezték, hogy mi volt az óvodába. Azt mondja, nagyon jó volt, énekeltük, tapsoltuk, és mit énekeltetek? Azt énekeltük, hogy éljen a naftalin. Ez volt a nagy Stalin. Csak egy óvodásnak az, hogy nagy Stalin nem volt semmit. A naftalin ellenben meghitten ismerős valami. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, nagyon kedvesek! Egy óbudai étterem előtt leparkoltam kompakt klassze 5 éves, de még magát jól tartó SGK-mmal.
És mondom, hú, hát a tetőablak jeles volt, na mindegy. Szóval a tetőablak nyitva maradt, plusz két ablak oldalt, és ilyen zegernyés idő volt. Akarom újraindítani, kakukk. Semmi. Hát azt a kiszolgáltatottságot, hű, hát mit csinálok, rakjam rá flotírköntösömet, vagy mit, vagy feküdjek keresztbe, hogy ne ázzon be az autó. Nem tud eltolni, se semmit nem tud csinálni. Na jó, van, hívom a sárga angyalt, hívom a szervízt, hazaszólok, hogy tartalék kulcs, mert közben eszembe jutott, hogy az is lehet ennek az oka, hogy a sluszkulcsban lévő elem lepurcant. De mondom, hát legalább az ablakot jó lenne fölhúzni, de a kicsit még bumigáltam, föl tudtam húzni, de a kocsit már becsukni nem tudtam. Ugye abban van mechanikus kulcs, na azzal lezártam, bementem valami védett helyre, megjött az asszisztenses ember, hozott elemet, és kiderült, hogy az ő autója is alig akar indulni. És akkor, hát mondom, ez így erős lesz. És hát amikor Ugandában a Hemingway lezuhant egy repülőgéppel, karácsonykor elvitte a barátnőjét a Victoria tóhoz, és az a repülő, ami ment értük menteni, az meg beleakadt egy telefonpóznába Afrikába. Szóval ehhez azért, hogy mondjam, hát ezért ehhez azért szerencse kell, és szegények ott egy éjszakát töltöttek ilyen. Ott vannak a világ legnagyobb és legfalánkabb krokodilusai, mert ott van a Murchison vízesés, ami a halakat így bekómáztatja. Hát én ki is finganék, ha ott le kéne jönnöm azon a vízesésen, de a halak így bebódulnak, és ezek a nagy disznó krokodilusok ott csak így... És jól megeszik őket, isteni volt, mert én nem nagyon bírom ki idegileg, hogy valami vízbe ne fürödjek meg, és mondom, hogy én bemegyek a Viktor, jön a szétja, értem magyar, mert ne, hát én bemegyek. Világ legnagyobb édesvízű tava, Nílus forrása, ott bugyog. Erre a haverunk, aki meghívott minket, elővette egy fényképet, amin annyi látható, hogy egy pasas épp jön ki a vízből, és innen a lába nincs. Mondtam, nem fürdünk, oké. Tehát meg vagyunk beszélve, nem erőltetjük, tényleg krokodil. Tehát Hemingwayt nem tudták megmenteni, mert lezuhant a repülőgép. Velem megjött a segítőember, aki szintén alig tudta az autóját beindítani. És akkor elkezdtünk itt dumálni, hogy biztos egy magas feszültségű vezeték megy alatta, meg mellénk át valami, mit tudom én. Azt mondja, most be van indítva, jöjjön utánam, és 50 méterenként megálltunk, és újra indítottuk, és minden pöpecen ment. Megpuszíltam, csáó. Annyira kipurcantam, hogy visszamentem az étterembe, hogy csövelek egyet. Mondom a kis direktrisznek, hogy hol van a mosdó. És így mutatott fel a lépcsőre. Csak egy pillanatig nézett rám, azt mondja, vagy, és kinyitotta a Rocky WC-t. Ezért az egy poénért meséltem el tulajdonképpen ezt az egészet. Mondom, ennyire szarul nézek ki, vagy mi van, de úgy látszik ez a autó körüli ügykezelés, ez teljesen megpurcantott, de én bementem a Rockyba, mondom, nem szórakozom, hát menjen az emeletre, akinek Imre az anyja. Csöveltem egy kultúrátat. Elhagytam a területet. Másnap beszélek a hangmérnökünkkel, Zsonóval, és elmesélem a sztorit. Azt mondja, Sanyi, hát te még hiszel a mességben? Hát ilyen nincs, hogy magas feszültségű vezeték. Ezt az autót el akarták lopni. Két-három autóval arrébb ott ült a csávó a kompjúterrel, rááll a te kulcsodra, megcsinálja a kulcsot, a sarkon vár a haver, odaadja neki, az beül, és egyes perc alatt az autó már nem nálad van. És miért nem sikerült neki? Mert az én autóm az japáni. Ugye ma már azt a viccet, hogy mi a különbség a magyar és a japáni cigány között. Ugye a magyar cigány az orsós, a japáni meg kazettás. De most már kazettás sincs, ugye? Hát itt a kortársaim ezt értik, de hát a fiatalok ezt már nyilván nem értik, mert már kazettás vagnót se lehet látni. Például Kínába ott egyből a DVD jött, tehát nem is volt videokazetta korszak. Tehát annyira gyorsan fölvették a fordulatszámot, hogy Pekingben megvehettem volna a Hollywoodban még be sem mutatott filmet kínai felirattal. Hello everybody! Ugye? És hát azt még ezt szoktam mondani, hogy ott vettem $1 és ejem nyakkendőt, elől Versace, hátul Hugo Boss. Úgyhogy, na elég az hozzá, szóval tessék figyelni, mert ezek a disznók blokkolják a dolgokat. Na kérem, még egy apróság. Vannak nagy média élményeim, sokféle.
Nézték a tavasz 17 pillanatát? Wow! Én ott feledkeztem rendszeresen. Ugye ez 71-be készült, 71-72, így valahogy. Állítólag, amikor bemutatták, akkor kiürültek a moszkvai utcák, még Brezsnyev elvtárs is azt nézte, ugye? Na kérlek szépen, Vyacheslav Tihonovnak hívják a főszínészt, ugye? Max Otto von Stirlitz, SS Standartenführer, valójában Maxim Maximovics Iszájev. Na most ez azért érdekes, azért többen mondják a szakértők, hogy az SS az meddig nézett utána, mielőtt beléptél? Meddig nézett utána a családfádnak? 1750-ig. Tehát azért így Maxim Muremovicsként, hát azért nem volt olyan egyszerű. Na a lényeg az, hogy a filmet átvette a KGB-re. A KGB rendelte. És megnézték, ugye? Mint ahogy a legenda szerint Hollywoodban a keresztapa egyet, azt megnézte a keresztapa. Három limó. Állítólag adtak hozzá pénzt is. You know, my friend. Ilyenek voltak, és annyi észrevételük volt, hogy a KGB szakértők nevét vegyék le a főcímről. Érted? Tehát, hogy ne jelentsék már föl saját magukat. És hát a filmek kapcsolatban mondta a drága Hofi Géza annak idején, hogy azért ő nem igen látott még olyan SS Standartenführert, aki civil betűkkel írt volna a levelet a gestápónak. Ugye, mert az egyszerűség kedvéért, ugye, civil betűkkel írnak. Na mindegy, és hát én most fedeztem fel, és most fel fogom kutatni az internetet, mert abban az időben annyi Stirlitz vicc keletkezett, majdnem annyi, mint Chuck Norris. Ugye ma, ugye, hogy Chuck Norris elszámolta végtelenig kétszer. Ugye? Tehát, na, zárójel bezárva, és akkor hát két kis Stirlitzet ide fűzünk. Stirlitz megy az utcán, ugye? Bod Béla volt a narrátor, tehát minden ilyen percre, hogy 17-e március, ugye ez a háború végén játszódik, narráció és Stirlitz is. Stirlitz megy az utcán, fekete-fehérbe öltözött nők jönnek vele szembe. Apácák, gondolta Stirlitz. Stirlitz, gondolták az apácák. Hát ez pazar, nem? Ez nektek élvezhető? Így, hogy elmondtam, hogy miről van szó, azért egy kicsi. De a következőt biztos élvezni fogjátok, két fiatal hallgatóra mutattam, így kicsit udvariatlanul. Az úgy hangzik, hogy Stirlitz bandukol az erdőbe, megrecsen egy fa. Legközelebb magammal hozom a revolveremet, gondolta Stirlitz. Legközelebb, gondolta a medve. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Hát itt, hát csak fiatalok ülnek természetesen, és nyilván már senki sem emlékszik arra, hogy Magyarországon is, és akkor még Európában is volt autostop. Ugye, az nem a szeretette, ami az 51-es úton van, ugye, ahol minden nap van torkos csütörtök. Én annyira nem értettem, mikor a rendszerváltás hajnalán mentem le Szegedre, és integetett egy teljesen konszolidált nős, gondoltam elviszem Kistelekig, vagy éppen ahova akar venni, behajolt és mondta, hogy szakszi 1500, tutti frutti 2000. Mondom, de hova akar menni? Tehát... Ugye per abszolút nem értettem. Na a lényeg, hogy az én generációm az majdnem, hogy rituálisan járt Lengyelországba, ahol érdekesebb volt a jazzzene, az egyetemi élet, a filmek, a képzőművészet, és a többi. És 16 éves koromban, 1970-ben, szóval csak, hogy érezzék, hogy mennyire rajta vagyunk az idők szaván, egy 46 évesnél nem régebbi történetet próbálok itt elcsattantani. Úgy állt a helyzet, hogy annyira meg volt szervezve Lengyelországban, hogy még volt autostop igazolvány is. Tehát kiválthattad, és akkor a vitt kilométerek arányába adtál ilyen bélyeget, a hasonló, mint a pártakönyvben, ugye sokan emlékeznek nyilván a jelenlévők közül. Nem, hát itt nem volt senki kommunista, nem. Hát így a rendszerváltás után az a 800 ezer kommunista az, mint amikor elengedünk egy galambot és kilépünk a szélirányból. Ugye az úgy csináltak, mint hogyha itt az ég egy adta világos, semmi nem történt volna.
Na, a lényeg, hogy, és akkor ezért, a bélyegért a lengyel sofőr kapott olcsóbban, kapott valamennyi benzint, vagy dízelt, vagy éppen. Na, kérem tisztelettel, 16 évesen elengedtek minket a szüleink, ugye ez is meglepő. Nem volt semmi fajta telefon, egy hónapig azt se tudták, hol alszunk, mi van velünk, merre vett a sors és az élet. Dinamikusan vonattal kijesszeltünk a festői Katowicébe, ugye jó kis bányászváros, tehát az olyan, mint Ózd és Komló kombinálva. Jaj, zárójelbe, mesélte egy haverom, nagy szocialista vágyaváros Komló, templom még valahogy volt, ott maradt valami hiba százalék folytán, és a templommal szemben volt a béke étterem, ugye ez már ilyen jó szociál elnevezés, és volt egy nagyon helyes pap, hát akit nem azért helyeztek Komlóra, hogy kitüntessék, hanem éppen ellenkezőleg, és hát ő fogyasztott az atya, tehát semmi kétség, és az egyik misét úgy fejezte be, hogy a szent mise véget ért, menjünk a békébe. Ugye, tehát már annyira benne volt.